Németország története. Ezen könyvek alapján készült a műsor. A németek ősei a germánok voltak, akik a kelták csoportjából jöttek létre. A rómaiak fenyegetése miatt egységesebbek lettek a germán törzsek. Idővel kialakult a germánok nemesi rétege. Ez az arisztokratikus réteg felvette a kapcsolatot a rómaiakkal. A rómaiaktól kaptak ékszereket, serlegeket és előkelő ruhákat. A germánok cserébe sót, Borostyán követ és marhabőröket adtak a rómaiaknak. Továbbá a rómaiaktól munkaeszközöket is kaptak, és a munkamódszereiket is elsajátították. Voltak germán vezetők, akik diákok voltak a Római Birodalomban augusztus császár idején. De a Római Birodalom hódításba kezdett a nyugat-germán területeken. A szláv törzsek betelepülése miatt keletről érte a germánokat nyomás a meginduló népvándorlás miatt. Időszámítás után kilencbe jött a germán felkelés, a rómaiak ellen. A felkelés sikeres volt, de a germán területek egymással rivalizáló térségekre oszlottak. Egy decentralizált helyzet jött létre. Németországot a mai napig jellemzi a decentralizáltság. Ma Németország 16 darab szövetségi államból áll. A római birodalom bukása utáni évszázadban 500 környékén alapozódott meg a német állam. Érdekes módon a frankok tették le a német állam alapjait, akik a franciák elődei voltak. A helyzet bonyolult volt, mert a germán törzsek szétszélettek a későbbi Ausztria, Erdély, Spanyolország és Franciaország irányába is, és létrehozták a saját országaikat, aminek egy része idővel eltűnt, a mai német társadalom a frankokból, a frízekből, a szászokból, a bajorokból és az alemannokból jött létre. Időszámítás után 200-as, 500-as évekre germán monarchikus demokráciák jöttek létre, ahol általános választásokat tartottak, de csak a nemesi réteg tagjai között lehetett válogatni. Viszont a római birodalom arroganciája, még a római birodalom megsemmisülése után is tovább pusztított. A germán törzsi vezetők átvették a római vezetőrétek diktatórikus hozzáállását, és elkezdték megszüntetni a germán demokráciát, hogy utána a saját nemesi, királyi diktatúráikat építhessék. A germán vezetőréteg nem csak ezt a hatalmi taktikát vette át, a vallás addig decentralizáltan működött a germánoknál, nem volt egy elnyomó papíréteg. A germán vezetők látták, hogy úgy tudnak még zsarnokibb diktatúrákat kialakítani, ha felveszik a keresztény vallást, és ezzel egy egyistenhites, keményen elnyomó vallást léptetnek a demokratikusan működő ősi germán vallás helyébe. A keresztény egyház gyorsan eltüntette az eredeti törzsi vallás minden nyomát, ezzel megszüntették a vallási konkurenciát. A germán vallások ősi isteneket tiszteltek, ami átvitten a nők tiszteletét is jelentette, ennek a helyébe a totális férfi uralmon alapuló római katolikus egyház lépett. A katolikus egyház két módon igyekezte meglopni a társadalmat. Egyrészt a királynak tett manipulációs szolgáltatásaikért földeket szereztek, másrészt a lakosságot próbálták átverni, hogyha a földjeiket az egyháznak adják, akkor majd az istenségük megjutalmazza a földeket átadókat. A másik csoport, ami igyekezte a lakosság iskolázatlanságát és öntudatlanságát kihasználni, az a földbirtokosi nemesi réteg volt, akik sok esetben nyers erővel vették el a tömegek földjeit. Így jött létre a két szolgatartó csoport, a keresztény egyház és a nemesség. Ezzel kezdődött meg a társadalom szolgaságba sűjjedése, amit idővel jobbágyi státusznak neveztek el. A frank uralkodó, aki uralta a mai Németország területét, a pápával együtt működve 800-ban létrehozta a későbbi német-római császtárság alapjait. Ugyanebben az időszakban a frank uralkodó egész Nyugat-Európában elrendelte az általános iskolának megfelelő színvonalú iskoláztatást. Magyarországon az általános iskolák megnyitását lényegében Mária Terézia rendelte el az 1700-as években, 900 évvel a német-római császárságbeli döntés után. 843-ban lényegében két részre vált a frank állam a nyugat frank állam lett Franciaország, a keleti frank állam lett Németország. 880-ban ez hivatalossá vált, létrejött a német állam. 1100-as években kialakult a háromnyomásos gazdálkodás, ahol tavaszi, őszi gabonát és egy ugaroltatott területet hagytak. Ez a szokás 700 éven át tartott az 1800-as évekig. Az 1300-as években a német területeken eltörölték a robotot, hogy a jobbágyoknak ne kelljen a földesúr földjein ingyen dolgozni. Már csak a terményt kellett beszolgáltatniuk. Magyarországon a robotot 1848-ban törölték el közel 550 éves késéssel. Összességében elmondható, hogy az 1300-as évek Magyarországához képest két markáns különbség alakult ki a német területeken, a németek szerveztek oktatási rendszert maguknak, a magyarok nem. Másrészt a német jobbágyok lényegesen szabadabbak voltak az ingyenes robotkötelezettség nélkül. A harmadik jelentős különbség Magyarország és a német területek között a városiasodás. Magyarországon még a legnagyobb városok is csak nagyobb falvak voltak, addig a német területeken ezer környékén 40 város volt, 1100 környékén 140 város, 1300 környékén már 250 város. A német-római császárság hatalmas területet foglalt magába, ezért évszázadokon keresztül tartó harcokkal próbálták egyben tartani, ami csak részben működött, de a háborúkkal csak rombolták az országukat, ezt tetiszte, hogy a hatalmas országban szinte mindig több trónörökös volt, akik hadseregei egymást és a civileket mészárolták. Amikor végre az egyik hatalomra jutott, rövidesen érkeztek az újabb és újabb trónkövetelők. Ehhez jöttek a nemesi elégedetlenkedők, a jobbágyi réteg lázadozotta még mindig elnyomott helyzete miatt, a papság ármánykodott és a pápának jelentős hadserege volt, így az ármánykodás hamar vált belháborúvá a túlméretezett német-római államalakulaton belül. A középkor vezetői felfogása az volt, hogy ha több pénzt, több hatalmat szeretnél, nem kell fejleszteni a meglévő területet, inkább szerez magadnak nagyobb területet. A helyzetet fokozták a kor technológiája mellett garantáltan bukásra ítélt keresztes hagyjáratok. A keresztes hagyjáratok is amiatt a vezetői hozzáállás miatt váltak szükségessé, hogy a vezetők nem fejlesztették, igá pusztították az országot. A társadalom elnyomott rétegei erőlködtek mindennel, de a vezetőknek mégiscsak kellett a sok pénz, úgyhogy elmentek a közelkeletre, hogy ott fognak majd földet szerezni. A németek jelentős része a keresztes háborúk időszakában rajzott ki Magyarországra, Szerbiába, Lengyelországba, Csehországba. A szlovákokkal és a németekkel kötött házasságok miatt változott meg a magyarok bőrszíne, az eredetileg sárgás, észak-ázsiai bőrszínből fehérré több évszázad alatt. A német fejlődés újabb hulláma. Az 1100-as években megjelent a Kog nevű hajótípus, ami akár 200 tonnát is képes volt szállítani. Az észak-német városokban óriási léptékű kereskedelem bontakozott ki a nagy is járványok után. A kereskedő hajókat közösen bérelték. Külföldön közösen raktározásra használt épületeket tartottak fent a német kereskedők. Ezekből az alkalmi egyesülésekből nőttek ki az állandó kereskedelmi társulások. Az 1300-as évekre pedig létrejött az Észak-Német Kereskedővárosok Szövetsége, a Hanzda. Ők több mint 200 várossal tartották fent a kapcsolatot Európa szerte. Itt előjött egy újabb markáns különbség Magyarország fejlődése és Németország fejlődése között. Amíg a németek nagy hangsúlyt fektettek a tengeri kereskedelem fejlesztésére, addig, bár Magyarországnak is volt tengerpartja, de a magyar vezetőségnek nem volt annyi esze, hogy a jelentős jövedelemmel járó tengeri kereskedelembe fektesse be Magyarország pénzét. A Hanza városok után jelentős városi iparral működő délnémet városok felemelkedése következett. Számtalan város és azok kereskedői kölcsönöket osztottak a német parasztoknak és földesuraknak. Továbbá bányavállalatokba fektették a pénzüket. Az iparosok és a célegények sztrájkoltak, bolykottálták a városi vezetőket, ezzel elérték, hogy az iparosok kerüljenek be a városi tanácsokba. A célegények pedig önsegélyező szervezeteket alapítottak, és ezen keresztül segítették egymást viszont rajtuk kívüleső tömegek nyomorban éltek. A német-római birodalom területén 1291 ben létrejött Svájc, mint önálló ország. A cseh királyság a német-római birodalom része volt. Ott 1348-ban alapították meg az első egyetemet, ami a mai napig működik. Utána Bécsben alapítottak ugyanilyen mai napig működő egyetemet 1356-ban. Magyarországon nem alakult olyan egyetem a középkorban, ami húzamos ideig működött volna, főleg olyan nem, ami ma is működne. Az 1500-as évek elejére nagy változáshoz ért a német-római birodalom. A lakosság jelentős része rájött, hogy az egyház kirabolja őket, a pápák a német nép pénzdén háborúztak, prostikkal szerveztek orgiákat, és a katolikus egyház nem akart változni. Jött Luther Márton, aki demokratizálni akarta a vallási életet, és mellette eltöröltetni a pápai adószedés különböző módszereit. Ezzel elindult a reformáció. Az az őrület, amit a valláshoz hoz létre, elszabadult. Két hét leforgása alatt 200 ezer ember halt meg a katolikusok és reformátusok örjöngésében. Mivel számos német választó fejedelem meg akar szabadulni a pápa fennhatósága alól, ezért többen támogatták a reformációt. A német-római birodalom névveleg megmaradt, de lényegében felbomlott. A vallási örjöngés viszont nem állt meg, átterjedt egész Európára. A cseh királyságban a református katolikus ellentét polgárháborúvá nőtte ki magát, a polgárháború totális anarhiába fordult. Ez volt az a pillanat, amikor Európa szerte elhatározták a politikai vezetők, hogy az államot és az egyházat szét kell választani. Az állami vezetők távolságot kell tartsanak az egyházaktól, különben a felekezetek hívei egymás torkának ugranak. 1492-ben Kolumbusz felfedezte Amerikát. Innentől kezdve a gyarmatosításban volt a nagy pénz. Anglia és Franciaország globális hatalmat alakítottak ki maguknak. Németország az 1500-as évektől gyakran háborúzott a franciákkal, de Franciaország rendszeresen túlerősnek bizonyult a gyarmatbirodalma miatt. Majd csak a két világháború között kezdett el felbomlani a francia gyarmatbirodalom. A németek viszont csak 1884-ben kezdték meg a gyarmatosítást, tehát 400 éves késéssel a franciákhoz képest. A németek sosem tudtak számottevő gyarmatbirodalmat kiépíteni. 1618-tól 1648-ig tartott a 30 éves háború. Ennek keretében a német lakosság legalább egyharmada meghalt, a másik kétharmada pedig rettenetes nyomorba süllyedt. A német területeket ezerben 10 millióan lakták, 1700-ban 20 millióan, 1800-ban 29 millióan. Ez rámutat, hogy elképesztő lassúsággal nőtt a népesség a középkori időszakban, 700 év alatt például mindössze csak 10 millióval. Franciaországból érkező bevándorlók az 1700-as évek elején létrehozták a német-római császárság területén az első manufaktúrákat, melyel a modern ipari termelés alapjait fektették le Németországban. Az 1700-as években beköszöntött a felvilágosodás kora. A német területeken csatornákat és utakat építettek, korlátozták a földesurak önkényeskedését, középiskolákat és egyetemeket hoztak létre, Tudományos akadémiákat alapítottak, több német államban megszüntették a kínzást, mint büntetési formát, nőttek a városok, és jelentősen csökkent az egyházak hatalma. A felvilágosodás német alakjai, például Immanuel Kant és Friedrich Hegel, a korszak nevez zenésztei, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart. Az 1740-es években a német-római birodalom már csak papíron létezett. Ausztria és Poroszország versengett, hogy ki fogja egyesíteni a széttöredezett német államokat. Poroszország militarista rendszere feljövőben volt, viszont a német társadalom nem volt militarista társadalom a porosszal szemben. A militarista kultúra a rombolásról szól. A német kultúra a városok építéséről és a kereskedelemről szól. Ezért van az, hogy a nagynevű filozófusok, költők és kereskedők jellemezték Németországot egyik irányból, a másik irányból a poroszok által képviselt militarizmus, ami az első világháborúban és a második világháborúban öltött testet, és kizárólag a nyers rombolásról szólt. A franciák 1789-es forradalma óriási hatást gyakorolt a német lakosságra. A német jobbágyok egyre nagyobb részte megtagadta a földesuraknak járó megmaradt szolgáltatásokat. 1792-ben a forradalmi Franciaország megtámadta Ausztriát és Poroszországot. A forradalmi Franciaország nem csak egy katonai vereséggel fenyegette Ausztria és Poroszország diktatúráit, hanem a nemesi réteg eltávolításával és demokráciák bevezetésével is, ami a nemesi réteg hatalmának örökre szóló végét jelentette volna. A forradalmi Franciaország elverte a poroszokat, az osztrákokat és az egyéb német fejedelmi vezetőket. nyugat németország területén 1797-ben a franciák bevezették az egységes német állami működést, felszámolták a nemesi előjogokat, megszüntették a C-rendszert, és ezzel utat nyitottak a modern német ipari termelésnek, valamint az egyházak és az elmenekült földesurak birtokait kiárusították, hogy felszámolják a középkorta német területeken. Napóleon végül 1806-ban hivatalosan is megszüntette a német-római birodalmat. Mivel Napóleon Poroszországot is elfoglalta, így végre megtörtént a paraszt felszabadítás 1811-ben. Itt is felszámolták a céheket, megszüntették a nemesi adómentességet és a városok demokratikus önkormányzatiságot kaptak Poroszország szerte. 1815-ben Napóleon végleg elbukott a Szent Szövetség időszaka köszöntött Európára, ahol az osztrák, poroszt és orosz uralkodók elhatározták, hogy elfolytanak minden szabadságharcot és lehetőleg minden önálló gondolkodót üldöznek. De ez a rendszer már öt éven belül megbukott, Spanyolországban 1820-ban alkotmányos rendszert vezettek be, ahogy Olaszország két területén is. Ezeket még el tudták nyomni, de az 1820-as évek elején megbukott a portugál és a spanyol gyarmatbirodalom Dél-Amerikában. A függetlenségi mozgalmak győztek. Egész Dél-Amerika szabaddá vált az európai elnyomóktól. Görögországban 1821-ben indult az oszmán ellenes felszabadító mozgalom. Ebben német önkéntesek is részt vettek. Sikerrel zárult a mozgalom. 1830-ra Görögország megszerezte a nemzeti függetlenségét. 1830-ban Európán forradalmi hullám söpört végig. Németország széttagolt kis diktatúráiban négy év kellett hozzá, mire elfolytották a demokratikus mozgalmat. Porosz és Habsburg segítséggel. 1830 környékén megkezdődött Németország iparosodása, de a fejlődés terén akkoriban még meg sem közelítették Franciaországot és Angliát. Viszont Németország zsinórban termelte ki a tudósokat, például Karl, Friedrich, Gauss, matematikust, George Simon Ohmot, az elektromosság megismerése, az energia megmaradás törvénye, stb. A tudományos és politikai gondolkodás fejlődését elősegítette a francia minta alapján történt német felvilágosodás, melynek legnagyobb műve az Államlexikon, az Államtudományok enciklopédiája című könyvsorozat. 1832-ben 450 ezer munkás volt Németországban, addig 1848-ban már 900 ezer. Az ipari munkásság szakszervezetekbe tömörült, jóval tanultabb volt a parasztoknál, sokkal szervezettebb és a munkások városokban éltek. Emiatt ők nagy hatást tudtak gyakorolni a vezetőségre, mert a vezetőség is városokban élt. A parasztokat egyszerűbb volt kikerülni, a munkásokat lehetetlen. 1848-49-ben Franciaországból újabb forradalmi hullám indult, ami forradalmakat robbantott ki a német területen is 1848-49-ben. Bár ezeket a forradalmakat leverték, de Németország lakossága szabadabb lett. 1849 után újabb találmányok jöttek létre, amik felgyorsították az ipari fejlődést. Új vállalatok alapultak, a Siemens, a Deutsche Bank, stb. A németek 20 ezer kilométer vasutat fektettek le nagyon rövid idő alatt. Az Egyesült Államokkal és Angliával nagyon szoros üzleti kapcsolatba léptek a német vállalatok. 1871-ben történt meg a német egyesítés, és ezzel hivatalosan is létrejött Németország. A vezető réteget nem a német kereskedői szellem hatotta át, hanem a keletről jött porosz militarizmus. A militarizmus lényege, hogy az ország fejlődésében is csak annyit látott a vezetőség, hogy egy fejlett ország lakossága jobb ágyú töltelék lesz egy háborúban. Közben Németországban tömegessé vált az iparban a hidraulika és az elektromos áram használata. A társadalom szabadság törekvéseit a diktatúra elnyomta. A nehézipar ráállt a hadipari termelésre, így a német nehézipar tulajdonosi köre minden háborúnál, fegyverkezési programnál megszedte magát. Így lett üzleti érdek a háború Németországban. Hogy ezt a rablást fedezzék, ezért igyekeztek politikai vezetői körök kiiktatni a demokrácia híveit, a szociáldemokratákat, a szakszervezeti mozgalmakat, betiltották a kritikus hangú újságokat. Gyarmatosítás. A németek próbálkoztak gyarmatok létrehozásával, el tudták nyomni Togót, Kameront, Namíbiát és Tanzániát, de sem az angol, sem a francia gyarmatbirodalommal nem tudta felvenni a versenyt. Németország az 1900-as évek elején elkezdett készülni az első világháborúra. A német vezetőréteg első lépésben az orosz cári birodalmat vesztette el, mint szövetségest. Mivel a német gyarmati törekvések veszélyeztették az angol és francia gyarmatbirodalmakat, így Franciaország és Anglia is ellenük fordult. Háború esetén az angolok és a franciák Afrikából, Ázsiából több száz der katonát és tengernyi nyersanyagot tudtak Európába hozatni. Továbbá Anglia számíthatott Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az Egyesült Államok támogatására is egy háború esetén, amíg Németország egyedül a széthullóban lévő oszmán birodalomra és a szintén erővel összetákolt osztrák-magyar monarhiára támaszkodhatott. Az osztrák-magyar monarchia működésképtelen felépítmény volt, ami elnyomta a cseheket, a szlovákokat, a szerbeket, az ukránokat, a lengyeleket, a románokat, a horvátokat, a szlovéneket, a bosnyákokat, de a magyar és az osztrák társadalom is lázadozott a monarchia ellen. Az első világháborús vereség hatására darabjaira robbant az ország, ahogy az oszmán birodalom is. Afrikában a németeket, az angol és francia csapatok elverték az első világháborúban, ahogy az várható is volt. És még az olaszok is a németek ellen fordultak az első világháborúban. Tehát az első világháborúba belépés egy öngyilkosság volt Németország szemszögéből. Akkor miért tették? Ebben három csoport játszotta a főszerepet: a nemesi réteg, az egyházak és a hadászatban érdekelt német iparos réteg. A nemesi réteg azért támogatta az első világháborút, mert látták, hogy a német lakosság gyorsan modernizálódik, és emiatt csúszott ki a kezükből a társadalom irányítása. Így az a primitív cél vezérelte őket, hogy fenntartsák a társadalmi rendet. A második háború támogatói csoport az egyházak voltak, akik szintén ugyanezt látták: hogy egyre kevesebben jártak templomba, egyre többen megkérdőjelezték a tudományos eredményekkel szembeni egyházi állításokat, és összességében egyre kevésbé voltak irányíthatóak az emberek. Amíg nyomorban éltek és iskolázatlanok voltak, könnyebb volt őket irányítani. Az iparos csoportról már volt szó, hogy nekik pénzügyi érdekük volt a háború. A szerepeket a következőképp osztották le egymás között. A nemesi réteg vitte a politikai irányítást. Ők üzentek hadat a világ minden szóba jöhető országának. A keresztény egyháznak nyomták az agymosást a frontvonalon arról, hogy a németek felsőbbrendűek és a vallásnak tökéletesen megfelel minden tömeggyilkosság, minden háborús bűncselekmény, majd úgyis minden katona feloldozást nyer az ipari tulajdonos csoport pedig megkapta a hadi megrendeléseket, és ezzel a lakosság pénzét egy az egyben zsebre tették. Mind a három csoport csúnyán elszámolta magát. Az első világháború végére a német nemesi réteg elvesztette minden hatalmát a társadalom fölött a háborús áldozatok miatt. Az egyházakból férfiak 10 milliói ábrándultak ki, és ezzel az egyházak politikai hatalma is szerte foszlott. Az első világháború végére a totális összeomlás az ipari vezető réteget is súlyosan megtépázta, hiszen maga a pénz is elvesztette az értékét. A vereség után Németország területe jelentősen csökkent. Franciák az 1970-es évekig tartó hadisarc fizetését írták elő Németországnak, ami pont olyan irracionális volt, mint a németek háborúba lépése. Hogy milyen volt az első világháború, Alfred Jober hadnagy a francia hadsereg tisztjének halála előtti utolsó bejegyzése. Az emberiség megőrült, biztos, hogy őrült. Józan ember ilyen dolgokat nem követel. Méztárlás, horror, vérontás, nem találok jó szavakat azok kifejezésére, amiket látok. A pokol sem lehet ilyen rettenetes. Az emberek megőrültek. 1918-ban forradalmak törtek ki Németország szerte. A császárt megbuktatták, a készülődő újabb katonai támadásokat leállították a frontokon, létrejött a német történelemben először a sajtó és gyülekezés szabadság, az általános szavazójog, ami ráadásul a nőkre is kiterjedt. A munkaidőt 8 órára korlátozták, létrejöttek a kollektív szerződések a munkahelyeken, felszámolták a falvakban az uradalmi cselédség rendszerét, a német társadalom ünnepelte a háború végét. Ezek a változások utat nyitottak a demokratikus fejlődés előtt. Viszont az első világháborút lezáró német forradalom nem távolította el a bürokratákat, akik jelentős szerepet játszottak az előző zsarnoki rendszer fenntartásában. Érintetlenül hagyták vidéken a nagybirtokok rendszerét, és ezzel a parasság elnyomott helyzete még mindig részben megmaradt. Továbbá a forradalom érintetlenül hagyta a nagyiparas réteg vagyonát pedig a nagyiparosoknak alapvető szerepe volt a háború kitörésében és lefolytatásában. Ezzel az új demokratikusan megválasztott vezetőréteget nehéz helyzetbe hozta a lakosság. A vezetőség körül ott lebzselt a diktatúrából hátramaradt bürokraták tömege, ott lebzseltek a nagy földesurak és az ipari vezetőréteg. Ebből egyik csoport sem volt demokratikus. A bürokraták, a nagy birtokosok és az ipari vezetők is zsarnoki embereket láttak szívesen a hatalomban. A német népet pedig ágyutöltelékként. Úgyhogy Németországban az első világháború után a demokrácia lerombolásának és egy újabb diktatúra kialakításának bőven volt támogatója a vezetőségben. De mielőtt még a diktatórikus vezetőréteg belekormányozta volna az országot a második világháborúba, előtte jött még az átmenet. Az első világháború több évnyi éhénységet okozott Európában. A spanyolnátha nevű betegség az éhező európai lakosságon belül nagy pusztítást végzett. Németországban 300 ezer ember halt meg. Németország 1918 után a történelemben először valódi demokráciává formálódott, de a győztes országok olyan hadisarc kifizetésére próbálták rákényszeríteni Németországot, ami a demokratikusan megválasztott német politikusokat népszerűtlenné tette. Népszerűtlen volt, hogy hadisarcot kellett fizetni, népszerűtlen volt, hogy a hadisarc összege csillagászati volt. 1919 és 1929 között újraindult a fejlődés Németországban. A szélsőséges politikai csoportok, mint az akkor alakult nácik, vagy a előtte pár évtizeddel alakult kommunisták, az anarchisták népszerűsége nem tudott jelentőssé válni. 1929 és 32 között jött a nagy világgazdasági válság. Az élet nyomasztó lett, 30%-ra nőtt a német munkanélküliség, éhinség következtében sok német halt meg. Már 1925-ben 62 milliós volt Németország. Németország az első világháború és a spanyol ellenére is túlnépesedett a korszakhoz képest. Hitler hatalomra jutása az első világháborús területi veszteségek, a német gyarmatbirodalom összeomlása, a több millió volt katona, akik nem tudtak visszailleszkedni a társadalomba, mert nem kaptak pszichiáteri segítséget, a volt katonák agressziója, a társadalomban elterjedt fals, agresszív gyermeknevelési módszerek, a hadiparban érdekelt nagyiparos és nagybirtokos rétegek, a pénzügyi válság miatti elkeseredettség, a poroszos iskolai oktatás, ami a mai napig Magyarországot is jellemzi, a német keresztény egyháznak komu erkölcseinek az összeomlása és az új erkölcsök hiánya, a német paraszti rétegek öntudatlansága, az extrémen magas hadisarc külföldieknek kiutalása, a vereség miatti bosszú friss élménye, a nemzetközi békefenntartás hiánya, Németországban akkoriban hatalmas ipari képességek, a politikai fegyveres csoportok felfegyverzettsége egy olyan ingatag társadalmi helyzetet teremtett, ami kedvezett Hitler hatalomra jutásának. Németországban 1920 környékén, tehát a náci párt megalakulásakor még forradalom és polgárháborús helyzet volt. A Szovjetunióban ugyanezekben az években került hatalomra a kommunista párt, és ők is ugyanígy egy polgárháborús helyzetbe jutottak hatalomhoz, ahogy Mussolini is Olaszországban az ottani polgárháborús helyzetet kihasználva 1922-ben jutott hatalomra. Az előbb felsorolt számos oknak az együttállása kellett ehhez a döbbenetes tragédiához, hogy Európa egyik kulturális központja az emberiség selejtjének az irányítása alá kerüljön. Az a bajusz, amit Hitler hordott, előtte nagy divat volt. A II. világháború végére eltűnt. Hitler, mint családi név is eltűnt. Mindenki átneveztette magát, akinek csak ilyen családi neve volt. Az Adolf keresztnév is kiment a divadból. Adolf Hitler gyerekei nem vállaltak további gyerekeket, hogy megszakadjon a családi vérvonal, hogy ez az őrület semmilyen körülmények között ne öröklődhessen, mert vannak bizonyos személyiségzavarok, amik öröklődnek. Ausztriában miután a hitleri Németország elfoglalta, Hitler irányítása alatt jelentős náci ellenes partizán mozgalom alakult ki. A hitler ellenes osztrák partizán mozgalomból született meg a német társadalomtól egyértelműen elkülönült osztrák társadalmi öntudat, ami a jelenben is alapvetően meghatározza Ausztriát. Hitler hatalomra jutásáig az osztrákok jelentős része németnek és osztráknak is vallotta magát. Az osztrák festő Adolf Hitler meggyűlöltette az osztrákokkal a német társadalmat, ebből jött létre a végleges különválás. Az 1920-as évek kedveztek a politikai kalandoroknak. A Szovjetunióban a grúz származású Sztálin beadta a lakosságnak, hogy ő a legnagyobb orosz. Németországban az osztrák származású Hitler beadta a németeknek, hogy ő a legnagyobb német. Volt még egy fontos ok, aminek Hitler hatalomra jutásában nagy szerepe volt. A miniatűr Hitler a színpadon igazi politikai színész volt. Összefüggéstelenül üvöltözött, a hallgatósága sem értette, hogy mit beszél, de úgy tűnt, hogy valamit nagyon akar. Mivel a lakosság is nagyon akar dolgokat, ezért a minden alkalommal összefüggéstelenül kiabáló alaknak gyorsan nőtt a támogatottsága. 1932-es beszédében a nagyiparosok találkozóján megígérte, hogy az ipari vezetőréteget zavaró szakszervezetekkel, szociáldemokratákkal, kommunistákkal és szocialistákkal leszámol. Ezt az ipari vezetőrétek be is tartatta Hitlerrel. A II. világháború zűrzavarában megölette a szakszervezeti tagok, szociáldemokraták, a kommunisták és a szocialisták jelentős részét. A keresztény egyházak mindig is riválisként tekintettek a zsidó egyházra. Ráadásul a zsidók pehére, a zsidókra a nem zsidó iparosok, kereskedők, bankárok, bürokraták és értelmiségiek is konkurenciaként tekintettek. 1939 után Hitleren teljesen eluralkodott a saját destruktív személyiség zavara, úgyhogy a zsidók jelentős részének a megöletése is cél lett. 6 millió főt öltek meg a kollégái és azok alkalmazottai. Bár voltak zsidók, akik ezek után is támogatták Hitlert, mint például Éva Braun. A szélsőségesekre jellemző ez a hatalmi cinizmus. Ment a melegellenes gyűlöletkeltés, közben Hitler évekig élt olyan bordéban, ahol férfiak férfiakat szolgáltak ki. Természetesen nem volt kötelező pont egy meleg bordéba beköltözni, Hitler mégis megtette. Hitler egy zsidó nővel élte le az utolsó éveit. A német vezetőréteg egy régi porosz vezetőségi tervet igyekezett megvalósítani, amikor elkezdték a lengyeleket millió számra lemésztárolni és a helyükre németeket beköltöztetni. A magyarok hol voltak, amikor Hitler ezt tette a lengyelekkel? A magyarok önként felajánlották 260 ezer katonájukat a német parancsnokságnak. Továbbá Magyarország volt az egyetlen ország, ami hajlandó volt a náci Németország hadseregének élelmiszert szállítani. A magyarok teljes válszélességgel támogatták a lengyeleket millió számra lemésztárló Hitlert és annak gépezetét. Mint állam, Magyarország lett a náci birodalom utolsó szövetségese a horti rendszer nagyon mélyen tudott azonosulni Hitler elveivel, ahogy a horti által fenntartott szélsőségesek a nyilasok is. Miután Németország megtámadta Lengyelországot, Franciaországot és Angliában belefutottak egy nagy vereségbe, utána a Szovjetunió felé fordultak, ahol megkezdődött az igazi vérengzés. 27 millió szovjet polgár halt meg a második világháborúban. Az USA partra szállt 1942-ben Észak-Afrikában és elverték a németeket. 1943-ban az USA partra szállt Dél-Olaszországban és elverték az olasz-német haderőt. 1944-ben partra szállt az USA Franciaországban, Normandiában. Közben a Szovjetunióban is összeomlott a náci birodalom támadása, és ezzel a világtörténelem utolsó birodalmainak egyike tűnt el. Japánt is elverte az Egyesült Államok. Hitler a pszichológiai értelemben vett nekrofil karrierjét, azzal koronázta meg, hogy miután a visszavonuló német katonák százazreit ölette meg, kiadta a parancsot Európa összes városának lerombolására. Végül egy élettelen helyen a bunkerében öngyilkos lett közösen a szeretőjével. A pszichopata nem megy ki a divatból. Hitler és segítője által írt összefüggéstelen zagyvaság a Mein Kampf nevű könyv birtoklása a mai napig nagy divat fasiszta körökben. A mai napig vannak neonácik, és nemrég be is jutottak a német szövetségi parlamentbe. A korszak nem kezdődik újra, de a múlt feltárása lényeges, mert még mindig nincs teljesen feldolgozva, márpedig az kell a tovább lépéshez. A feldolgozottságra példa, hogy a Youtube-on ezen kívül egyetlen film van magyar nyelven Németország átfogó történetéről. Ott is csak pár biliárd golyó próbálja szöveg nélkül elmagyarázni Németország történetét, pedig láthatjuk, hogy sok közös pont van Magyarország és Németország között, és ennek jelentős része nem kis szégyen. Attól, hogy hazudunk, vagy titkolózunk, vagy nem beszélünk róla, attól nem lesz jobb. És akkor jöjjön a jóval vidámabb 1945 utáni korszak. Miután 8,3 millió német meghalt a II. világháborúban, és az összes német város porig égett, a Németországot elfoglaló USA-nak és Szovjetuniónak dönteniük kellett, hogy mi legyen az események folytatása. Ketté választották Németországot egy jelentéktelen, szegény, néptelen kelet-német területre, ami a szovjetek kezébe került, és a jóval nagyobb, népesebb, vagyonosabb nyugat-német területre. A Szovjetunió nem adott semmilyen támogatást az alájuk gyűrt német területeknek, addig az USA a marsalsegély keretében támogatta nyugat-német ország fejlődését. Az első világháború végéhez képest ez nagy változást volt. Sem a szovjetek, sem az amerikaiak nem követeltek jóvá tételt Németországtól. Az amerikai megszállók még jelentős összegű pénzt is küldtek a legyőzött német területeknek. Bár Nyugat-Németországban 1955-ben véget ért az amerikai megszállás, de az emberséges bánásmód miatt az amerikaiak a mai napig szövetségesei Németországnak. A szovjetek viszont egy totalitárius diktatúrát vezettek be Németországban, nem segítették a német területek talpraállását, ezért a volt kelet-német területek a mai napig sokkal problémásabbak. Az amerikaiak a Marsan segély keretében adtak a németeknek élelmiszert, építettek a német szegényeknek lakásokat, rendbetették a közutakat, kikötőket, reptereket, iskolákat, kórházakat. Továbbá az amerikai megszállók Felfogták, hogy nem az egész német népet kell megbüntetni. Mivel a német vezetőségbe tartoztak a nagy földbirtokosok, ezért az amerikaiak újraosztották a német nagy birtokokat a szegényebb német parasztok között. A gyárakban bevezették a demokratizálást, tehát azt a szokást, hogy Németországban a munkavállalók Adják a céges igazgató tanácsnak az 50%-át, a tulajdonosok a másik 50%-át. Ezzel az amerikaiak szétrombolták a nagyiparosok minden ható uralmát Németországban. Továbbá az érdekképviselet kialakítása miatt minden öt főnél többet foglalkoztató német vállalatban a munkavállalóknak üzemi tanácsot kell létrehozni. Az amerikaiak eredményei a mai napig élénken élnek Németország fejlettségében. Ezzel egy olyan fejlődés indult meg, amit addig még Németország sosem látott. Az 1950-es évek közepére már nem volt munkanélküliség. Az 1960-as évek elejére már százezer számra hívták be Németországba az olasz vendégmunkásokat. Az 1960-as évek közepére már nem tudtak több olasz munkanélkülit szerezni a németek, úgyhogy beengedték a török vendégmunkásokat. Továbbá az akkori Jugoszlávia területéről is tömegesen érkeztek vendégmunkások. Amikor az 1990-es években felbomlott Jugoszlávia, akkor a jugoszláv menekült áradatot is befogadták a németek, hogy legyen elegendő vendégmunkásuk. Lengyelek milliói költöztek Németországba, nagyjából 3,5 millióan. De ez elég. Amikor 2014 és 2016 közös súlyos harcok voltak Afganisztánban, Irakban és Szíriában, ezekből az országokból is befogadtak 1 millió főt. De ez sem volt elég. Magyarok közül több mint 200 ezer él, jelenleg Németországban, de ez semmiség. Németország lakosságszáma 83 millió fő, ebből közel 17 millió nem német származású mellette Németország igyekszik minél több cseh és osztrák időszaki vendégmunkást is megtartani, hogy legyen elég munkaerő. A rendszerváltás utáni Magyarországon a fasiszta világnézet erősödött meg leginkább. 2016 óta azon jajong a magyar keményvonalas rasztista kormány és annak támogatói, hogy Németország milyen rettenetes hely lett most, hogy odament pár nem fehérbőrű ember, például arabok. De a megszokott itthoni fasiszta nyavajgás helyett nézzünk egy reálisabb képet a jelen Németországáról. A német szakszervezetek a munkavállalók 30%-át tömörítik, emiatt erős az érdekképviseletük, ami nagyon magas béreket jelent. Tömeges érdekképviseletre a másik példa a civil szervezetek létrehozása. Németországban a hat legjelentősebb jótékonysági szervezetben összesen egy millió német vesz részt. Ez nagyban hozzájárult a szegénység felszámolásához és a későbbi alacsony szinten tartásához, és ez a mai napig így megy. Az általános német automobilklub 13 millió fős tagsággal rendelkezik. Ez az alulról szervezett társadalmi önszerveződés a közlekedés politikát befolyásolja a Némes Sportszövetségnek 26 millió tagja van. Ez a társadalmi szervezet befolyásolja a kormányzati sportpénzek megfelelő elköltését. Ez a szervezet is alulról szerveződött a társadalomból. Továbbá a szabadidős szövetségek a lakosság 60%-át tömörítik, tehát 48 millió tagja van a német szabadidős szövetségeknek. A német nemzeti bank függetlenséget kapott, tilos politikai utasításokat elfogadniuk. Ez a hosszú távon fenntartható pénzpolitika kialakítása miatt fontos. A társadalmon belüli pénzügyi különbségek csökkentésért is sokat tesznek a németek. 5000 euróig adómentesek a takarékbetétkönyvek, ezzel segítik a középréteget és a szegényebbeket. 5000 euró fölött belép a vagyon alapú adóztatás. 1968-ban bevezették az értékforgalmi adót, ami az árak növekedését adóztatja. Erősen adóztatják a nagy összegű örökléseket, hogy a tehetősebbek vagyona a társadalom szegényebb rétegeihez is eljusson. Ezek az intézkedések az erős társadalmi érdekképviselettel összefonódva növelik a középréteget, és a nulla közelében tartják a szegények számát.